csánépet. Kulákmentes szemüveget kívánok. Hoztam egy csatát a röhömmel. A pálya az Ghost Town, full 8-as, egy köcsög van a csatába. És ezt a csatát az utolsó percig fogjuk vívni. Igen, jól látjátok, közcsáriótír. Jó fej vagy. Na mindegy, az elén elkezd majd szopatni a gán, ami annyira úgy nem tetszett. De nem ez lesz az a lövés, de meglátjátok. Hatalmasat rollolt a gán, 5.90, nagyon jó. Kivettük az ellenséges lightot, teljesen jó. Cseriotér ismét feltol, közbátyja. És itt jönnek majd a szarlövések. Nem is értem, hogy csinálom. Meg azt, hogy ez a gán hogy csinálja. Néha. Visszaveszek a speedből. Igen, kéne egy kis spot, majd a spagettó biztosítja a spotot, egy kicsit hátrébb tolhatok, hogy legyek árnyékban. És kezdődik lassan majd a kálvária. Nagyjából odálltam, ahol a Chariot utoljára fel volt spotolva, figyeljetek. Egy. Speed boost. De nem kapkodok, esküszöm. Ja, értem én. Csak bazd meg. D69. Figyeljetek. Nyilván. Ja, kicsit ez unalmas volt fel, szerintem is. Alá fölébe az meg pont oda, ahova nem kellett volna. Ez tök jó. Na jó, speed boost, meg van cserélti. Nagyon jó. Végre kapott egy jó lövést a srác. Amit az előbb pluszban rollolt a gám, azt elvette most. Megvan Defender, neki se fog tetszeni. 4.28. Nekem se tetsz annyira ez a low roll, de mindegy, oké. Okay. Speed boost, 2-0. Gyakorlatilag a csatát ebből a részből fogom lejátszani. Jé, nagyon jó, 5-22 király, végre valami értelmes lövés. Itt el akartam volna helyezni ezt a testére, toronyra, csak hát naiv voltam. Igen, kár volt, Chariotir, Susazed, másik Chariotir. Ezt is elrontom, nem értne. De még hogy? Megvan, megint a T69, speed boost, azt hiszem most befogja a negyet a fiú tőlem. Nem jól betőlem egyet. Tök jó. Ez gáz. Na, maradtunk akkor a majdnem 2K damage-nál. Speed boost. Hosszú lesz ez a balhé. 4 AP-n van. Chariotil nem játszik. Közben felszerelt az IS-2 sport is. Hát az a baj, hogy kivettem spotolva. Csak mivel mindig nincsen rajta projelzőm. Egy kicsit ez egy cinkes. Igen. Tolhatok gyorsan visszafele. Tehát legyarázzam magamról a spottot. 3-0. Na, 3-3. Szerettem majd az IS-2 sportnak adni egyet. Hogy megkapja is a magáét, csak nem most. Úgyhogy várnatok kell. Hát a jobb oldalunk fenn az egy kicsit úgy vékonyra van csinálva. Itt meg nem mondjuk eléggé hatékonyak. Az AC az passzívban spotol. Igazából nem csinálja rosszul a srác. Próbálok majd mögé beállni, csak azért, mert nekem is kéne ez a bokor. És szemezgetek mindig az IS-2-vel. Igen. Hát, ha kijön, nem jön ki. Chariotil nem játszik. Igen, ott szerettem volna a bent lévőket meglövöldözni, csak rájöttem, hogy köztünk van egy fal. Úgyhogy az nem nyert hangszórót. És nem tudok más tenni, mert speed boost-tal kell menni, sajnos néha ez a térdés cucc ez erről szól. Megvan Chariotil. Gyorsan elkaptam 2.19-ről a Julianna 2004B-t, vagy bazneget. Az IS-2 az ott rendesen kiabálta a szerencsétlen elvérünket. Fasza. Másik oldal is sajnos úgy néz ki, hogy el fog vérezni. El is fog. Ez nem csak a látszat, sajnos el is fog vérezni. Igen, még mindig ott van ez a fal, tudom. Csak ez nekem majd néha nem mindig esik el. Volt egy KV4-ünk, magyar barátunk, szakaszban az ISM-mel. Rendkívül nagy koponyák lehettek, 3K csatával, nektek mindenképpen kell egy 8-as heavy-tong. Szerintem meg kell tanultat játszani. De se baj. Majd mi lehozzuk a csatát. Mi képesek vagyunk el. Pancsero nem játszik, igen. Igen, most már az ISM is elment a picsába. Magyar barátunk. Jön a Susazed, nagyon szeretnék egy fogást találni. Szerencsére sikerült egy 450-nel
belesegítenem a HP csökkentő beavatkozásba. Jelenséges Bulldog az éppenséggel kifingatta, nem, Flicker fingatta ki a mi Flickerünket, és itt elkapodok egy lövést, igazából elrontottam. Az ELC is végre aktivizálta magát, elkezdte lövöldözni a népet. Ide, közben ide lövöldözik mindenki, egy probléma. De nem baj, gyorsan pozit váltok, mert kénytelen vagyok. Közben a T-28-ot lövik, T-69 nem is akartam foglalkozni, a kettő nem is tudtam volna. Szerencsére az idő megvéd minket, tudja válni, mi védekezünk. Nekik kéne foglalni a bázist. LC hős ilyesen megy előre, és nyomja nekem a spotot. Én meg szerencsére tudom, hogy mi a fasz kéne csinálni ilyenkor. Charioti nem játszik, Pantera megvan. Megvárom, még kiér a házak mögül, mert én nem bízok már Gordiainkbe. Még egy szénabálába fennakad a 128-as lőszer, azóta nem bízunk meg Wargamingnek a marhasságig, hogy az AP átmegy, a hit meg a repesz fönnmarad. Lassan már az AP is megáll a kerítésbe. Igen, jelzem az LC-nek, hogy ott van valamára a Bulldog, szerettem volna, nem tudom. És előkerül a T-44 is, és már csak Goldon van, és ez nem olyan profitáló ez a kör. Kevésben a profit, így. Egy perc, jön az IS-2-2. Annyira nem féltem attól, hogy nem tudom átlőni a hetes alvázat. Csak ő meg kiszpotol a kavicsokon át. Jó van, oké, bátyja. Igen, T69-es szed a stokhoz szarjával. És egy rohadt nagy makkos lövést elengedek majd a tornyára valahogy. Szerintem, mintha ágyú meneten átlőttem volna a kavot. És menekülök. És több lövésem nem is lesz. Lejár az idő és megnyerjük. Én be is harangozom magamat. 2 kill 4337 damage. Egy szolid nagy kaliber ez az, amit össze tudtam szotyizni, úgy hirtelen, ez alatt az a 10 perc alatt. És igazából nem is akartam nagyon kapkodni, mert nekünk az volt a lényegünk, hogy védekezzünk ebben a balhéba. Szerintem azt úgy becsülettel megtettük, nagyon erre voltam képes vele. Csá népek!